Pünkösdi dalcsokorral készültek a Bekecsi Lurkóház napközi otthonos óvoda csöpségei május 13-án. A hagyományőrző intézmény óvónője, Jantekné György Gabriella a kis-középső, azaz a csicsergő csoportot tanította be a különleges műsorra, amelyben a népszokások ismertetése vallási tartalommal párosult. A pünkösd ugyanis a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek eljövetelének napját ünnepli meg. A Szentlélek ekkor árad ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel új tartalommal töltötte meg a keresztények napját. A magyar kultúrában több szokás kötődik pünkösdhöz, ez alkalommal a lányok és a fiúk népviseleti ruhát vettek fel, és jellegzetes gyermekjátékkal szórakoztatták az óvónőket és az óvistársaikat. A népi hagyományok szerint ilyenkor a legények lovat szűrén megülve vetélkedtek a pünkösdi királyságért. Aki nyert, az lett a legénybíró kerek egy esztendeig. Az eseményen a 3 hétig tartó ünnepkör kísérője, jelképe is megjelent, a bazsarózsa. A középkorban a Szentlélek eljövetelét megelőző szélzúgását kürtökkel, harsonákkal utánozták, a lángnyelveket égő gócok helyettesítették. Utóbbit később rózsaszirmok szórása váltotta fel, ezt szimbolizálták a kicsik is. A rózsaszínvirághoz több népszokás is kötődik, egyik legkedvesebb az, hogy a szerelmes legények bazsarózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak. Az ünnepség végén a kicsik virágból készített kaput tartottak kezükben, ez alatt haladtak át a többiek, miközben a bújbúj zöldák kezdetű dalt énekelték.